Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Somkuti Bálint, hadtörténész biztonságpolitikai szakértő. Itt van már velünk a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Most, amikor ezt a beszélgetést rögzítjük, akkor október 1-e szombat van, 16 óra 24 perc, és az a hír járja, hogy Limán városát bekerítették az ukrán egységek, és tulajdonképpen ki lehet mondani, hogy Limán városa elveszett, ami talán az egyik legfontosabb település olyan szempontból, hogy nagyon-nagyon közel van az oroszok által 100%-ban elfoglalt Luhanszk megyéhez. Mik most az aktualitások? Egyáltalán Limán most kinek a kezében? Orosz vojenkorok, azaz a milbloggerek vagy katonai témával foglalkozó civil szakértők szerint Limánt körülbelül 3 óra után feladták az orosz egységek. Ebben nagy részt egyébként a népköztársaságnak az alakulatai harcoltak, és ugyan érkezett erősítés a környékre, úgy ítélték meg, hogy a teljes bekeretés miatt az utolsó félig meddig itthon maradt útvonalon kivonják a védőegységeket, és távolabb vesznek föl egy védőállást. Ukrán fényképek már fel is kerültek az internetre, amin a város bizonyos részeiben megjelentek ukrán alakulatok, ukrán zászlókat helyezve ki, amerre járnak gyakorlatilag. Akkor azt egyáltalán, ugye hadtörténész, úgyhogy végre meg tudom kérdezni szakembertől, hogy mikor lehet kimondani egy városra, hogy az orosz vagy ukrán kézre került? Amikor ott lobog a zászló és kiposztolják a Twitterre? Vagy milyen kritériumnak kell ilyenkor megfelelni? Azért ez ennél kicsit bonyolultabb. Általában a város főterének vagy a központjának az elfoglalása szokta jelenteni a város elfoglalását, de mint például Mariupol esetében láttuk, az Azovsztál még sokáig kitartott azután, hogy a város orosz kézre került, de általában akkor jelenthető ki egyértelműen egy településnek a valamelyik fél általi elfoglalása, amikor az ellenség vagy az ellenfél elismeri ennek elvesztését. Tehát gyakorlatilag ugyan a jelenlegi helyzetben úgy néz ki, hogy az ukrán erő ők teljes mértékben kizekerítették Limán városát, egyébként az orosz fémek hivatalosan nem ismerte ezt el. Ugye mikroblogokon bejelenteni valamit, az nem ugyanaz, mint tényleg távozni a helyszínről, vagy hogy elismerik a vereséget, bár az oroszok esetében ez még inkább akadozni szokott. Most akkor kijelenthetjük-e azt, hogy Limán városa ukrán kézen, vagy arra még lehet, hogy pár órát várni kell? Gyakorlatilag általában azok ezek a vojenkorok, a fronton harcoló alakulatok és katonáknak a különböző helyekre feltöltött videói alapján, illetve személyes ismertségeken alapuló bejelentkezéseken alapulva szokták ezeket megtenni, nem szoktak tévedni, tehát 99%-ban valós, amit le szoktak írni, úgyhogy hivatalosan nem jelenthető még ki, de nagy valószínűséggel ez a rendkívül fontos település ténylegesen elesett orosz szempontból. Ezen a héten azért mindenki a népszavazásra figyelt, meg az északi áramlatnak a baleseteire, közben az ukrán ellentámadás ezek szerint zajlott. Emlékszem, hogy Stier Gáborral már tegnap is beszéltünk arról, hogy miközben a putyini bejelentés lesz, közben nagy valószínűséggel Limán orosz szemszögből elesik. Hogy nem tettek nagyobb energiát, vagy fordítottak nagyobb energiát annak érdekében az oroszok, hogy ezt a települést megtartsák? Szinte biztos, hogy nincs elég erejük erre a feladatra, de nagyon érdekes egyébként, mert a ukrán alakulatok már napokkal ezelőtt északról, illetve délről már körbevették Limánt, és gyakorlatilag az egyetlen Ozernyén és Sziverszken kereszt vezető út maradt félig meddig nyitva, és félig meddig orosz kézen, ez egyébként egy rendkívül erdős terület, tehát nagyon nehéz ezt a területet elfoglalni, és akár belülni is. Úgy tűnik, hogy az orosz erők maximálisan elégtelnek arra a feladatra, amire szánták őket, és nem véletlen, hogy ez a mozgóstárs elindult. Egyébként van még egy nagyon érdekes különlegessége ennek a történetnek, hogy nem messze innen Bakhmut és Szoledár irányában lassan, de biztosan haladnak előre a Wagner csoportnak az egységei, és naponta jelentik be kisebb-nagyobb fontosságú területek elfoglalását. Tehát teljesen érthetetlen katonai szempontból, hogy mi zajlik, hiszen egyértelmű lett volna, hogy logikus lett volna ezt a támadást leállítani, és az ott támadó erőket átdobni erre a területre, ez valamiért mégse történt meg. A Wagner csoport az ukránok által visszafoglalt területeket foglalja vissza, vagy teljesen új területeket hódít Donyeck megyében?
teljesen új területeket próbáltak meghódítani Donyesz megyében. Gyakorlatilag ugye a sokat emlegetett Popásznából kitörtek körülbelül a nyár eleje táján, és utána a Bakhmut Szoledár nevű nagyobb városok irányába haladtak, ami körülbelül egy olyan 50-60 kilométerre van délre Limántól, tehát olyan távolságra, amihez nem is kell vasutat vagy egyéb stratégiai szálltási eszközöket használni, saját lábon meg tudták volna ezt a távolságot tenni. Mégis valami itt maradtak lekötve, ebben nyilván szerepe van annak is, hogy a kivonásukat az ukrán fél azonnal ellentámadásra használta volna föl. Itt valószínű egyébként, hogy ugyanúgy, ahogy láttuk más területeken is, az orosz fél egy jelentősebb területet felfogadni, és egy olyan jól védhető vonalat fog megcélozni, amit utána tartani tud, valószínűleg egy folyó mögött. Amikor Limáról beszélünk, akkor ugye, ahogy a bevezetőben is mondtam, az az egyik legfontosabb gondolat, hogy az már közvetlenül Luhanszk megye szomszédja. Nagyon szimbolikus lenne, hogyha a 100%, tehát az oroszok által 100%-ban birtokolt megyébe is betörnének az ukránok. Lehet erre számítani most ennek a városnak az elfoglalásnak, a felfoglalásának a fényében? Elképzelhető, ugyanis a megye határ az kb. 15 kilométerre van Limántól. A Szereszki-Donyesz folyó húzódik ott nem messze. Tehát amögött gyakorlatilag ugye az eddig, mondjuk most lassan hagyományosnak mondható orosz taktika szerint visszavonulhatnak a folyó mögé, aláknázhatják, vagy fölrobbanthatják a hidat, és ezzel lelassíthatják az ukrán ellennyomulást. De nem zárhatok ki ennek az esélyet, mind a kettőre van esély. Ugye tegnap gyakorlatilag ezeket a területeket is, amit most az ukránok visszafoglaltak, egy népszavazás keretein belül az Orosz Föderációhoz csatolták, tehát elvileg más jogi doktrina vonatkozik egy ilyen esetben, ha például megtámadják az úgymond orosz földet. Mi lehet az orosz reakció? Lesz orosz reakció? Mert ugye azon gondolkodtam, hogy ha nem lesz, akkor felmerülhet a világban az a kérdés, hogy mi értelme volt ennek az egésznek. Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Elméletileg ez a népszavazás, ez szinte bizonyos, hogy belpolitikai céllal történt. Ugye Putyin elnököt nem nagyon láttuk sírni, Kadirovot még annyira sem, tehát ez egy abszolút egy belpolitikai szándékú, a kedélyek megjuttatására szóló esemény volt. Technikailag, illetve haditechnikailag, illetve katonailag az oroszok viszonylag keveset tudnak most tenni, ugyanis amit lehetett, már bevetettek. Tehát fölröppentek hírek arról, hogy például Leningrádot és Kaliningrádot védő eddig kb. 30 ezer főnyi alakulat 6-7 ezer főre csökkent, hogy nagy részt átállítottak Ukrajnába. Ugye az erősítések folyamatosan érkeznek, fölkerültek az mikroblogokra olyan videók, amin a nemrégiben átadott Kercsi hídon egy 100 járműből álló szerelvény halad át, amelyen vegyesen vannak harckocsik és BMP páncélozott harcjárművek. Tehát gyakorlatilag özönlik a relatív elérhető erősítés oda, de egyértelmű létszámfelében vannak az ukránok, ugye Limannál áll hírek szerint 1-8-hoz volt ez az arány. Ön tud úgy sírni, mint Putyin, hogy parancs szóra? Nem. Tehát igazából a kérdésem az lenne, hogy ez egy őszinte megélés lehetett Putyin meg Kadirov részéről. Én nézegettem a felvételeket, hogy ezek vagy nagyon profi színészek, és Putyin valójában Zelenszky, vagy nem is tudom, vagy tényleg őszintén megérintette az, ami most történt. Ez nagyon jó kérdés, ugye az orosz vezetési jellemzően Putyin elnök szenvedélyesen beszélt arról, hogy a Szovjetunió felbomlásával jelentős orosz területek kerültek ki orosz fennhatóság alól. Úgyhogy kicsit revidálva az előző kérdés adott válaszomat, nem tudok parancsra sírni, és elképzelhető, hogy Putyin elnöknek őszinték voltak a könnyék, ugyanis ez a fajta kérdés ez az orosz vezetés számára kifejezetten emocionális, és olyan húrokat penget meg, amit mi nyugaton sokszor nehezen tudunk megérteni, úgyhogy pláne nem jellemző ezekben az ilyen maszkulin, férfias tulajdonságokat előtérbe helyező társadalmakban az érzelmek nyílt kimutatása. Tehát lehet, hogy egy pillanatnyi időre megengedték maguknak az őszinte érzelmeket, de ilyet szerintem tényleg magasan képzett színészet tudnak csak produkálni, úgyhogy én inkább arra hajlok, hogy ez egy valóban egy pillanatra engedték, hogy a nép lássa az örömüket. Azonban ugye szokták mondani a fekete leves késében, hogy ez a támadás, ez a siker, ez további nehézségeket fog okozni az orosz vezetés számára. A kérdés az, hogy hol tartnak az ukránok, ugye a veszteségekről nagyon nagy csönd van az utóbbi időben, és ugye az orosz számokat nyilván nem lehet semmilyen szinten készmérnek tekinteni, és az ember megfelelő őket 5-tel, meg 10-el osztani, akkor is olyan számok jönnek ki, amik hihetetlenek. De nyilván egy tűzerőfölényben lévő ellenféllel szemben ezek a számok, ezek valószínűleg nagyon magasak, ugye pont olyan közvetett információkban lehet csak tájékozódni, hogy régebben hetente volt, vagy havonta volt egy temetés, Kárpátán most meg naponta vannak. Tehát ezek a számok mutatják,
mutatják azt, hogy óriási veszteségeket szenvedek az ukránok. Az igazi kérdés az, hogy hogyan tovább. Tehát ez, amit igazából nem lát előre senki. Pont azon gondolkodtam, hogy vannak, akik azt mondják, hogy jól állnak az ukránok, na de ezzel párhuzamosan mégiscsak elvesztettek most egy magyarországnyi területet, mégis elmenekült rengeteg ember az országból, akik ott maradtak, ugye ők is egy részük harcol, tehát egy nemzedék ráadásul sajnálatos módon meg is fog halni. Közben a gazdaság a romokban, közben éppen ugye porigrombolnak településeket, vagy ugye általában azért az oroszok, közben az infrastruktúrális létesítményeket is támadják. Felmerül a kérdés, hogyha ezt megnézzük, ez a mérleg egyik serpenyője, és a másikban meg az orosz veszteségeket rakjuk, akkor lehet-e Oroszország oldaláról is ilyen komoly veszteségekről beszélni? Nagyon érdekes, ugyanis ezeket a veszteségeket azért igyekeznek különböző nyílt források alapján felmérni, és például az Onyx-nak nevezett oldal, ami nyilván azért jelentős segítséget kap mindenféle gumitalpunak nevezett szervezetektől, mert ugye óriási mennyiségű élőerő befektetés kell ahhoz, hogy egy kilőtt és lefényképezett járműnek nem csak a típusát, hanem a pontos környezetet is meg lehessen állapítani. Ők úgy számoltak például, hogy orosz veszteségek harckocsiból 1200 darabot tesznek ki, amiből 700 meg ténylegesen megsemmisült, kb. 100, amit különböző változatban megrongált és elhagyott, és 400, amit az ukránok gyakorlatilag elfoglaltak, vagy ott hagytak, többé-kevésbé sérülten, és az ukrán kézbe került. Úgyhogy nagyon nehéz megmondani, hogy ez a veszteség arány ez mennyire ingatta meg őket. Különböző egyéb nyílt forrású információk szerint a tartalékba álló közel 10 000 orosz harckocsiból ezeket pótolták, ezeket a veszteségeket. Tehát itt inkább az a kérdés, hogy mennyi élőerő veszett oda, hány kiképzett harckocsizó halt meg ezekben a támadásokban. Én úgy gondolom, hogy a számítések azt mutatják, hogy a hagyományosan paranoiás orosz vezetés a hidegháborús készleteket nem számolta föl, úgyhogy orosz részről ez a fajta hadművelet, ami most már semmiképpen nem korlátozott katonai művelet, vagy különleges katonai művelet, ez azért még évekig fenntartható. Mire lehet számítani a következő időszakban? Ugye látjuk azt, hogy az orosz mozgósítás is elindult, ez lehet csoda fegyver, mert most mindenki ettől várja, hogy majd sokkal jobb lesz. 300 000 emberről beszélnek, egyes hírek szerint a végső cél 1 000 000, azt nem tudom ki honnan vette, vagy nyilván volt valami nyilatkozat, de a tényleges tartalékos állománya Oroszországnak 2 000 000 fő, ez azért már hiányozna a gazdaságból is. Tehát az egyértelműen látszik az indulástól kezdve, hogy Putyin elnök igyekezett egy tartalékos háborút vívni. Most, hogy gyakorlatilag a szavai szerint a teljes nyugattal és a NATO-val is háborúban áll, ez, hogy ezre kevésbé lehetséges. A 300 000 mozgósított tartalékos abból a szempontból lehet kritikus, hogy nem tudni, hogy az ukrán erők milyen további tartalékokkal rendelkeznek. A fegyverszállításokról ugye nem érkezik nagyon hír, az elmúlt 2 hónapban nem jelentettek be jelentősebb új fegyverszállítmányokat, és ugye már most ebben a támadásban is jellemzően a lengyelek által szállított PT-91, illetve lengyel eredetű T-72-esek jelentek meg nyugati lövészpáncélosok, amiből szintén elfogyott az utánpótlás. Úgyhogy nagyon nagy kérdés, hogy az erőviszonyok, amelyek eddig az ukránok számára kedveztek, ezek hogy alakulnak a közeljövőben. Várható, hogy azért az oroszok felé fog ez a történet billenni, hiszen minden egyes modern háború az ipari kapacitásnak az összecsapás, és ebben azért a nyugati segítség ellenére sem állnak jól az ukránok. Most egy friss hír volt, hogy Németország is bejelentette, hogy hírszerzési jelentésekkel, hírszerzéssel támogatja az ukránokat. Ugye a britek és az amerikaiak ezt már korábban is tették. Mennyit tud hozzáadni a német hírszerzés mindehhez, és ilyen apró dolgok mennyit járulnak hozzá az esélyekhez pro-kontra a háborúban? Úgy gondolom, hogy a német fegyveres érdekérvényesítés idejét, a titkosszolgálatokat is azért meg sem közelíti azt a szintet, amit az angol vagy az amerikai képes. Nyilván a németeknek is vannak egyéb forrásaik, úgynevezett humint, tehát az élőerős hírszerzés területén lehetnek nekik is ügynökeik. Nyilván ők is rendelkeznek műholdakkal, egyéb technikai eszközökkel, amelyek hozzájárulhatnak további információk átadásához. És hiába igaz az a tény, hogy a modern háború az jellemzően az információs fölényről szól, én nem hiszem, hogy ez a német bejelentés egy jelentős hozzájárulást nyújtana, vagy jelentősen több erőforráshoz jutatna az ukrán felett. Ez igazi kérdés az, és ez az, amire mindenki kíváncsi, hogy mikor lesz az a pont, amikor a németek elkezdenek nehéz technikát átadni az ukránoknak. Ugye többször beszéltek Leopard 1-es harckocsikról, illetve Marder lövészpáncélosokról.
ez azért egy jelentős támogatás lehet, ettől valamiért Németfél az eddig elzárkózott. Közben nézem, hogy vannak olyan Telegram hírek, miszerint az orosz erők Limán városában letették a fegyvert és megadták magukat az ukránoknak, a parancsnokuk szavának ellenszegülve. Ez mennyire lehet reális információ? Ez elképzelhető, ezek az információk azért kell óvatosnak, tehát teljesen benne van a pakliba, hogy oda vezényelt egységeknek elegük lett a bekerítésbe az állandó ellenséges tűzből, és megadták magukat, de ez tipikusan egy olyan propaganda lépés is lehet, amelyben az alakulat egy része megadja magát, az egész alakulatra azt mondják, hogy megadta magát. Tehát az orosz fél is tett többször olyan kijelentéseket, hogy ilyen vagy olyan alakulatot megsemmisített, és utána az ukránok másnak mondták, hogy BBB egy vagy két század, vagy akár egy 10 vagy 20% az alakulatnak megmenekült. Tehát a kijelentés egyszer lett igaz is, meg hamis is. Elképzelhető, hogy voltak ott alakulatok, akik megadták magukat, elsősorban az utóvére tudok tippelni, de miután Limant alapvetően népköztársasági sorozott katonák védték, akik tudták, hogy a fogságba esélyük valószínűleg egyenlő halállal, ennek azért kisebb az esélye. Na, ugye ez is egy érdekes dolog, hogy nyilván azzal, hogy most a négy megyét Oroszországhoz csatolták, gondolom ebből a négy megyéből fognak toborozni további katonákat. És látjuk, hogy az ő lelkesedésük azért elég ambivalens, érthető módon. Hát, szóval, hogy sokszor szerintem már se tudják dönteni, hogy ők oroszok vagy ukránok, vagy ha igen, akkor meg nagyon markánsan tudják eldönteni. Mennyire lehet egyáltalán a négy megye katonáira építeni? A saját szűkebb környezetük védelmében nagyon jól harcoltak ezek az alakulatok, azonban amikor máshova vezényelték őket, az ukrán front más területére többször előfordult, hogy elfutottak, ugye ez történt Hersonnál is, ez történt Harkovnál is, sőt már a háborúnak a másik szakaszában már júliustól gyakorlatilag kényszersorozást is elrendeltek ezeken a területeken, tehát lényegében a teljes hadrafogható férfi lakosság már a fronton harcol. Úgyhogy érthető módon elképzelhető, hogy nem nincs annyira, mondjuk így nem lelkesnek annyira azért, hogy ez a háború, ami gyakorlatilag az ő szempontjukban már 2014 óta zajlik, az milyen irányokat vesz, de pontosan azért, mert számukra ez egy abszolút klasszikus honvédő háború, és arról a szabadságukról, illetve a vélt vagy valós szabadságukról szól. Éppen ezért ez egy olyan téma, amit nehéz gyakorlatilag pontosan megmondani. Előfordult, hogy vannak olyan alakulatok, amelyek ténylegesen a harcbeszüntetése mellett döntöttek, de inkább azt tartom valószínűnek, hogy ez azért egy elszigetelt esemény. Mennyire vannak lépéskényszerben egyébként, akár az ukránok, hogy azt mondják, hogy a tél előtt még ilyen sikereket elérjenek, és akár tárgyaljanak, bár ez elég messzinek tűnik, akár az oroszok, hogy a becsületükön esett csorbát helyreállítsák. Ez a rendkívüli látványos és meglepően populárisra hangszerelt esemény, amit a Vöröstéren rendeztek, ez sokkal inkább tűnik annak, hogy Putyin elnök igyekezett a belső hangokat lecsendíteni. Ugye alapvetően külső nyomás nincs az orosz félen elméletileg, legalábbis tudomásom szerint nincs. Sokkal inkább a belső közvélemény az, amelyik már korábban is erősebb fellépést követelt tőle. Úgyhogy de erre meg nem volt jó válasz az, hogy oké, akkor legyen részleges sorozás, és akkor ott már a közvélemény alapvetően egy kicsit megváltoztatja a véleményét, ha benne van a pakliban, hogy neki is menni kell. De nehéz erre válaszolni, én nem vagyok Oroszország szakértő, én sokkal inkább a katonai vonatkozásait tudnám nézni, és ott azért egy katonai vereség, ez egy Limához hasonló katonai vereség, hogy nyilván nyomást helyez a politikai vezetésre, hogy elméletileg ő megtette már azokat a lépéseket, amiket jónak tartott. Itt az igazi kérdés, hogy mi következik most abban az időszakban, ami abban a rövid időszakban még hátra van a nagy esőzésekig. Úgy gondolom, hogy nagyobb áttörés jelen helyzetben, jelen pillanatban nem várható, hiszen ugyanaz a taktika várható orosz félről, ami egy nagyobb nyomás esetén visszavonulnak egy óvítető vonalra. Limán egyébként azért volt kivétel, mert pontosan a Bakhmut és Szolidar irányába támadó erőknek az oldalába kerülhetnek ezzel az ukránok, tehát ez azért volt egy ilyen kiemelt pont, amit nem adtak fel annak ellenére, hogy már az elején látszott, hogy komoly támadás fogja érni. Ugye az igazi kérdés az most, hogy mi történik Bakhmutnál és Szolidarnál, illetve Limán elfoglalása után merre indulnak az ukrán erők. Én úgy gondolom, hogy tehát az esőzés bekövetkezte előtt jelentősebb áttörésre
egyelőre nincs esély, ugyanis át kell csoportosítani az erőket, ugye itt kb. 5-10 km előtt került hirtelen frontvonal, az utánpótlást meg kell szervezni, a légvédelmet, tehát vannak olyan lépések, amelyek elkerülhetetlenül be kell, hogy következzenek, mielőtt tovább mennének, és ha jól számolom, október közepe véget felével szokott köszönteni az az esős időszak, ami gyakorlatilag járhatatlanná varázsolja Ukrán nagy részét. Akkor ebben még az is benn van, hogy most tartanak egy összevont őszi és téli szünetet, aztán majd tavasszal lesz bármi? Vagy addig meg az ukránok mindent visszafoglalnak? Megvan az esélye erre is egyébként. Tehát ez a háború, ez folyamatosan és sorozatban hozza azokat a meglepetéseket, amiket megmerem kockázatni, hogy egyetlen szakértő sem látott előre. Tehát a gázvezetékek elleni támadás az egy olyan dolog volt, amit úgy finoman pedzegettek, meg mondták, hogy lehetnek még szokatlan lépések, de konkrétan senki nem mondta ki, hogy ez bekövetkezhet. Úgyhogy akár az is benne van, hogy még egy nagyobb lendülettel az ukránok visszaszorítják az oroszokat akár a 2022-es kiinduló vonalakra is. Ugye ennek az erősítésnek, amit besoroztak, ennek meg kell érkezni, ezeket föl kell készíteni, ugye a hírek szerint nem hónapokig tartó felkészítés vár rájuk, hanem csak hetekig tartó, ami lassan megtörténik. Ugye az eső közben azért mindenkit akadályozni fog, illetve az ezzel járó sár, ami gyakorlatilag még a láncnapasak számára is járhatatlanná teszi a teret nagy részét. Úgyhogy ez a helyzet, ez gyakorlatilag akár azt is előrevetíti, hogy az oroszok újabb sorozási hullámot rendelnek el, és ennek azért szintén be kell érkeznie. Tehát előfordul, hogy a tél is nyugalomba telik, és tavasszal történik valami. Egyszerűen kiszámíthatatlan, ami történik. Egyébként, amikor besoroznak ennyi embert, és el kell jutniuk a helyszínre, az hogy történik? Repülőkkel? Vagy elindulnak, aztán előbb-utóbb odaérnek? Vagy hogy van ez? Ezért jellemzően minden egyes Oroszország katonai körzetekre van felosztva, és minden egyes katonai körzetnek vannak kiképző központjai, úgyhogy alapvetően ezekben a kiképző központokba kerülnek hagyományos szállítási módokkal, nyilván a nagyobb a távolságot repülővel, de jellemzően vonattal vagy a civil szállítási módszerekkel általában a besorozottak. Ott ugye megkapják a személyes felszerelésüket, tehát itt akár az első segélyi csomagról van szó, ugye a mikroblogokon megjelent, hogy van, aki nem kapott semmit, van, aki pedig rendkívül jól felszerelt csomagot kapott, amiben tényleg nyugati szintű eszközök voltak, a szorítókötéstől kezdve egészen a fájdalomcsillapítókig. Úgyhogy attól függetlenül, hogy megint az orosz hadkiegészítő rendszer elég nyikorogva és recsegve működik, és sokkal lassabban, mint várták volna. Ettől függetlenül előbb-utóbb beérkeznek ezek az emberek, megkapják a személyes felszerelésüket, ugye a frissítő kiképzést, vagy a hadkiegészítő központban, vagy pedig valamelyik specializált központban megkapják, és utána pedig tovább irányítják őket az alakulatokhoz. Az igazi kérdés az, hogy új alakulatokat hoznak létre és állítanak föl, és ezzel gyakorlatilag egy ellentámadást készítenek elő, vagy a védvonal megerősítésére erősítésként vezénik ezeket a katonákat a már harcoló alakulatokhoz. Ugye ebből is lenne információ, akkor azért lehetne következni az orosz vezetés szándékára. És akkor végezetül egy utolsó kérdés, amit a napokban mindenkitől megkérdezek. Ön szerint ki rongálta meg az északi áramlat vezetékeit, és hogyha erre nem tud úgy válaszolni, hogy nyilván bizonyítékokat vagy egyebeket mondjon, akkor kinek állhatott jobban az érdekében? Én úgy gondolom, hogy az érdekében egyértelműen az Egyesült Államoknak állt, hiszen már az északi áramlat egy megépítésekor is elhangzottak nagyon komoly kritikák, de hogy ténylegesen ki követte ezt a támadást, szinte lehetetlen megmondani. Az biztos, hogy nem fél attól, hogy akár Németország, akár az Európai Unió valamilyen szintű megtorlásban részesíti ezért, és azért elég elgondolkoztató, hogy a világ egyik legnagyobb, sőt a legnagyobb gazdasági hatalma ilyen szinten képtelen a saját magának a védelme, saját magának, illetve a kritikus infrastruktúrának a megvédésére. Somkuti Bálint, köszönjük szépen! Köszönöm szépen is!